Köszöntöm nézőinket, Önök a Közéleti Magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Nagy sikere volt a diákok körében a Garai Napnak. Fejlesztések a Tolna megyei szakképzési centrum intézményeiben. Szakmai fórumot tartottak Szekszárdon, a szikvíz népszerűsítése a cél. Tisztes polgár kitüntetéseket adtak át Pakson. Prima díj átadó Szekszárdon. Ünnepi megemlékezéssel, a diák igazgatók beiktatásával kezdődött az idei Garai Nap. A hivatalos ceremóniák után viszont igazi programkavalkád várta a gimnazistákat. Kézműves foglalkozásokon, íjász bemutatón, különböző előadásokon vehettek részt a diákok, sőt önismereti és logikai társasjátékokkal is összemérhették a tudásukat. A szekszárdi Garai János gimnáziumban évek óta hagyomány, hogy márciusban és egyszer június 15-én diáknapot tartanak, melynek programját mindig a diákok szervezik meg. Az idei Garai napra sem lehetett panasz, hiszen nagyon sok színű és érdekes elfoglaltságok várták a tanulókat, ahol bárki megtalálhatta a neki legjobban tetsző vetélkedőt, előadást vagy foglalkozást. De mielőtt elkezdődött volna az önfeledt szórakozás, két hivatalos ceremónia is várt a garaisokra. A mai napot egy szép megemlékezés nyitottuk, tehát a március 15-i ünnepségünk zajlott, ezt most online tudtuk levetíteni a diákoknak. Utána megtörtént a diákigazgató választás eredményének a kihirdetése. Megtudták a diákok azt, hogy mától kezdve kik az új diákigazgatói az iskolának. Ugye ezen az eseményen mindig a 11. évfolyamosok vesznek részt, ez azt jelenti, hogy ők jelölnek diákigazgatókat, összeállítanak egy iskolai programot, amit az elkövetkezendő egy évben szeretnének megvalósítani. Ezekre a programokra lehet szavazni, közben készítettek videófilmeket, kampányfilmeket, voltak kampánytáncok, volt egy nagyon színvonalas diákigazgató jelöltek vitája, és utána pedig a szavazással zárult ez a sorozat, ez a hét elején kezdődött, és ma ért véget, és ennek a szavazásnak az eredményét hirdettük ma ki. Idén Szalai Bálint és Brautingen Barna érdemi megvalósítható célkitűzésekkel nyert el a többiek bizalmát, így ők lettek az új diákigazgatók. Egy közösségi tér a diákoknak, ahol lyukas órában tudnak lenni, vagy bármilyen hasonló dolog, ezek ugye még alakulni is fognak, illetve hát mindenképpen azon leszünk most rajta az elkövetkezendő egy évben, hogy ezeket meg tudjuk valósítani. Az ünnepi megemlékezés és a diákigazgatók beiktatása után a tanulók birtokba vették a gimnázium épületét, és megkezdődtek a változatos foglalkozások, előadások, házi bajnokságok. Önismereti és érzelmi intelligenciával kapcsolatos társasjátékokat játszunk, és nagyon jól érezzük magunkat, ez történik éppen. Ezt tetszett a legjobban, főleg amiatt, hogy ilyen érzelmi intelligenciával foglalkozunk, ez így érdekelt engem is, meg a többieket is, meg a társasjáték miatt is, mert ez vicces, hogy együtt játszunk. A többi programról nem tudok sokkal többet, mert én csak a kvízre megyek, és azt tudtam, hogy oda mindenképpen megyek, az egy ilyen nyelvi játék, meg történelemmel kapcsolatos ilyen foglalkozás lesz, és igyekszünk jól teljesíteni. A varró doboz elnevezésű kézműves foglalkozáson hegedű szó mellett varhattak, vagy fűzhettek gyöngyöt a diákok. Ezen a programon is szép számmal vettek részt a tanulók. Úgy voltam vele, hogy érdekel a varrás, és kipróbálnám magam, mert már nagyon rég vartam, és igazából tetszik is a foglalkozás. A gimnázium díszcsarnokában matematikai és logikai társasjátékokat próbálhattak ki a diákok. A közel 30 darab társast egy pályázat keretében szerezte be az iskola, a logikai vetélkedőn ezekkel mérhették össze a tudásukat. Nagyon szeretik, mert vannak olyan játékaink, amelyek kimondottan ilyen csapatban tudnak játszani, tehát fejleszti nyilván a csapatban való együttműködésüket, fejleszti a kudarc tűrő képességüket, de elsősorban mi nekem matematika tanárként nagyon fontos, hogy a logikájukat mozgatja meg minden játék tulajdonképpen, tehát a kooperatív játékokon túl ezek ilyen gondolkodós játékok elsősorban. A Garai Napok programján belül nagyon sok lehetősége van a diákoknak, ez az egyik program, amit felajánlottunk nekik, úgyhogy ez egy önkéntes jelentkezés alapján történt,
viszonylag sokan érdeklődnek ez iránt, a program iránt, hiszen szeretnek játszani. Sajnos a napi rutinban erre nincs olyan sok lehetőség a tanórákon, úgyhogy nagyon élvezik ezeket a játékokat. A változatos foglalkozások, előadások, házi bajnokságok, valamint a jubileumi évre emlékeztető játékos vetélkedő jelentős látogatottsága azt bizonyította, óriási igény van a tartalmas szórakozásra, kikapcsolódásra. A Garai Napok keretében immár 28. alkalommal rendezte meg a gimnázium a Kőrösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny döntőjét, melyre 2022. március 10-én került sor az iskola dísztermében. A Kárpát-medence nagy részéről 33 regisztrált iskola 92 nevezett versenyzőjéből az első írásbeli fordulóban legmagasabb pontszámot elért 20 jutott a döntőbe. Úgy gondolom, hogy a nemzettudat erősítése szempontjából ennyit tudunk tenni itt intézményen belül, és ezt mindenképpen sarkalatos pontnak tartjuk, és nagyon jól is szoktak ezek sikerülni, és számos szakmai kapcsolat is létesült már határon innen és határon túli diákok, illetve kollégák között is. Tulajdonképpen Európa országait járjuk a körbe, és éppen a 28 év alatt most jutottunk el addig, hogy lassan már kifogynak Európa országai, és jövőre már Izland és Norvégia lesz a téma, és ezen felül már nem is igen maradtak európai országok itt az elmúlt évek során, úgyhogy azon morfondírozunk éppen, hogy talán elkezdjük majd utána újra. Eddig az volt a szisztéma, hogy Magyarországtól egyre távolodó körben járjuk körbe Európát, és akkor ugye kezdtük Szlovákiával, Ausztriával, és így tovább, és aztán most már mondom, Izlandnál tartunk. Természetesen tervezzük a folytatását, ameddig csak erőnk, energiánk és szakmai kapacitásunk bírja, tehát az biztos, hogy tervezzük jövőre is. A szakmai stáb már egyeztetett a jövő évi témáról, úgyhogy mindenképpen tervezzük, igen. A döntő a már jól bevált hagyományos háromfordulós lebonyolítási rendszerben zajlott. Végeredményben győzött Ambadus Egyet András, a Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium tanulója. Második helyezett lett a Merger Hanna, a budapesti Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium tanulója, míg a harmadik helyezést Hegymegyi Barakonyi Gergely, a budapesti Piadista Gimnázium tanulója szerezte meg. A vetélkedő az NTP TMV 0093 számú pályázatban valósult meg. A versenyt támogatta a Nemzeti Tehetségprogram, miniszterelnökség, családokért felelős tárca nélküli miniszter, Szekszárdi tankerületi központ, Babics Mihály kulturális központ, Szekszárd környéki foltvaró egyesület, Vosinszki Mór megyei múzeum, Éjés Gyula megyei könyvtár, Versünnep alapítvány, Séd nyomda Kft., Geotúr utazási klub, Tolna Tej Zrt., Paksi atomerőmű Zrt., Németh János pincészet, Schieber pincészet, Bodri borház, Attila birtok, BASF Hungary. Az elkövetkezendő percekben a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó intézményekben eddig megvalósult fejlesztésekről, korszerűsítésekről számol be Dömötör Csaba kancellár. Az elmúlt 3-4 évben megközelítőleg 1,8 milliárd forint értékben volt lehetősége a Tolna megyei szakképzési centrumnak fejlesztéseket végrehajtani a tagintézményeiben, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Ez idő alatt folyamatosan törekedtek arra, hogy minden iskolára elegendő mértékű összeget fordítsanak. Ezek döntő többségében szakmai eszközök, informatikai eszközök, IT eszközök, illetve épületfelújítások. Külön kiemelném azt, hogy az épületfelújítások között teljesen új épületbe, egy megújult épületbe tudtuk költöztetni Bonyhádon a Perczamor iskolát, ami nekünk azért nagyon nagy dolog, mert eddig két különböző épületben voltunk, most az önkormányzattal közösen sikerült rendbe tenni a Jókai utcai épületet, és így ott egy nagy beruházás után ezt a tanévet már ott kezdték meg. A másik nagyon nagy beruházásunk, ami még folyamatban is van, de nem sokára átadásra kerül reményeink szerint, az a Hunyadi iskolának az épülete, Hunyadi utca 7 alatt található épület. Ugye, aki már arra jár, az látja, hogy az épület teljesen készen van. Jelen pillanatban a műszaki átadás van folyamatban, és hát ott meg majd jövő szeptemberben kezdjük a tanulást, de ezen kívül az épületek tekintetében
Szinte minden iskolánk épülete valamilyen szinten megújult. Szekszáron itt a Bezerédiben jelenleg is folynak a nyilászáró cserék. Más intézményekben homlokzat vagy éppen vizes blokk felújítás történt. Tulajdonképpen arra törekszünk folyamatosan, hogy a tanuló komfortérzete és az ott dolgozó komfortérzete egyre magasabb legyen. 8 iskolánk van. Hát a 8 iskola mellett, a 8 iskolában azért ki kell emelni azt is, hogy a feladathoz igazítottan igyekszünk, és a szakképzés átalakítását megköveteli, átalakítása pontosabban megköveteli azt is, hogy az eszköz hálózatunkat és eszközrendszerünket is fejlesszük. Minden iskolában kialakítottunk egy-egy okostermet, ahol az eszközök egymással is kommunikálnak, a tanulók nagyon korszerű digitális technikákkal tudnak dolgozni. Ezek azt is jelzik, hogy már a mesterséges intelligenciát is be tudtuk vinni az iskolákba, bevonjuk a napi szintű oktatásba is. Mindemellett robotok, drónok, programozható eszközökkel tudnak a tanulók dolgozni. Amit még nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy a műszaki területen is komoly fejlesztések voltak. Az ADI iskolánkban kialakítottunk egy olyan speciális gép- és járműgyártáshoz tartozó tanműhelyrészt, ahol már preparált autókon szintén nagyon korszerű eszközökkel tudnak tovább dolgozni. Valamint fontos, hogy a lányok is megtalálják a számukra legmegfelelőbb képzést. Ezért aztán szépészeti tanműhelyeket alakítottunk ki. Azt gondolom, hogy olyan kozmetikus fodrász műhelyénk vannak az iskolában, amelyek bárhol megállnák a helyüket. Rendkívül fontos az, hogy nem csak szakmai oktatás van, hanem figyelünk egy picit a gyerekek sportolási lehetőségére, egészségére is. Ez azt gondolom, hogy megint nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen egy iskola nem csak és kizárólag arról szól, hogy ott tanulunk, hanem az is nagyon fontos, hogy az ott tanulók, dolgozók is jól érezzék magukat. Több helyen alakítottunk egy szabadtéri kondipályát, az Adiban egy rekordtámborítású sportpályát hoztunk létre, illetve ami nagyon fontos, hogy 3 iskolában még a beltéri konditermeket is felújítottuk, megújítottuk. Én azt gondolom, hogy így komplex ez a kép, remélem, hogy jól is érzik magukat a tanulók nálunk. Szikvizeseknek tartottak szakmai fórumot, ugyanis szakemberek szerint egyre kevesebben vannak azok, akik ezt a szakmát űzik. A rendezvényen résztvevőknek különböző előadásokat tartottak. Ezek célja, hogy segítsék és olyan hasznos információkkal lássák el a vállalkozókat, amelyeknek köszönhetően tovább tudnak fejlődni. A szódaszó hallatán gyakran a bolti ásványvizes palackokra gondolunk, de tévesen. Az igazi szikvíz zárt rendszerben készül el, nagy nyomással palackozzák, és mindig széndioksziddal dúsított. Keletkezésének voltak éppen tárgyi tévedés az alapja, a szódavíz készítéséhez felhasznált szénsavat tévesen azonosították a szíksóval. Magyarországon a különlegességnek számító szénsavas szódavizet orvosok biztatására, mint a baktériumok szaporodását gátló széndioxid alapú természetes tartósítószer folyadékot Jedlik Ányos, a természet búvár bencés szerzetes készítette először 1826-ban, és az első szikvízgyártó üzemet is ő hozta létre 1841-ben. A polgárosodó társadalom éttermeiben, kocsmáiban, cukrászataiban hamarosan elterjedt a szódavíz. A tiszta bor helyett az üdítő hosszú lépés, a kisfröccs, a nagyfröccs, az édes cukrász sütemények mellé a szódavíz volt a legjobb szomjoltó. Felmérések szerint azonban az utóbbi időben lecsökkent a szikvizesek száma hazánkban. Ennek okán szerveztek szakmai fórumot Szekszárdon. Ez a projektet tulajdonképpen azért hoztuk létre, vagy hát azért indítottuk el, mert a szikvizesek előregednek tulajdonképpen, egy kicsit elavulnak, mondjuk így, és ezeket segíteni kell, vagy támogatnunk kell, hogy újból talpra kapjanak, újból piacot találjanak maguknak, és fel tudják lendíteni a vállalkozásukat. Tehát az elmúlt 10-15 évben mondhatjuk azt, hogy külön az egyharmadára csökkent a szódás vállalkozásoknak a száma.
és mi ezt szeretnénk megállítani. Ebbe szeretnénk segíteni a vállalkozásoknak, hogy újból megtalálják magukat, és jó lenne, hogyha semmilyen mellé esetleg pályázatokat is találnának, vagy olyan lehetőségeket is megtalálnának, amivel saját magukat tudják fejleszteni. Az első, az egyik legjobb probléma tulajdonképpen az, hogy előregedik a szakma. Tehát ez egy tradicionális szakmáról beszélünk, itt nagyon régi, öreg szakemberek, emberek viszik a vállalkozásokat. Hát jobb esetben átveszik a fiatalok, tehát apáról fiúra, lányra száll a vállalkozás, és viszi tovább a vállalkozást, de nagyon sok esetben igazából ez a vállalkozásnak kiöregedésével, meg a vezetők kiöregedésével tulajdonképpen megszűnik. Nem is feltétlen azért, mert nem lesz szükség vagy igény az adott területen, hanem én csak itt tovább vigye ezt a vállalkozást. Azért ez elég nehéz szakma, itt azért ez egy kézműves szakma, tehát nagyon sok kéz munkakezet igényel, embereket igényel. Nehéz szakma, nehéz a víz, tehát pakolni, nyáron, amikor mindenki nyarral szórakozik, akkor nekünk van akkor legnagyobb munkánk, és ez nagyon-nagyon-nagyon kevesen. Ha valaki nem szereti, vagy nem érzi magáénak ezt a vállalkozást, akkor nagyon kevesen viszik tovább a szakmát. A szakmai nap során a résztvevők különböző informatív előadásokon vehettek részt, amelyek többek között azt emelték ki, hogy miért is érdemes szódavizet fogyasztani, és ezt a vállalkozók milyen módon tudják a vásárlóikkal tudatni. Tulajdonképpen egy olyan termékről beszélünk, amiről nem is tudunk tudni negatív dolgot felsorolni, mégsem élünk ezekkel a pozitívval, rengeteg pozitív jellemzőjével, és nem használjuk ki ezeket se a marketingben. Ezáltal ezt szeretném megtanítani a szódás vállalkozásoknak, egy a marketingen keresztül, hogy a szikvíznek a pozitív tulajdonságait hangsúlyozzák, megismertessék a fogyasztóikkal, a jövőbeli fogyasztóikkal, és ezáltal új piacokat teremtsenek. Ezen kívül háttérbeli képzéseket is szeretnénk nekik nyújtani, tehát munkavédelem, balesetvédelem, új gépeknek a bemutatása, és minden olyan szakmát érintő belső információknak az átadása, ami mondjuk a 21. században aktuális lehet. A konkurencia harc azért nagyon nagy, nagyon sokan vannak ebben a piacon, tulajdonképpen a vízpiacon, akik szeretnének abból a tortából részesedni, ami a víz biztosít. Itt én úgy gondolom, hogy a legnagyobb előnyünk az, hogy közvetlen kommunikáció a fogyasztóval. Tehát mi, mint gyártók, egyből a fogyasztóhoz tudjuk jutatni a terméket, és nem mindenféle értékesítési láncokon keresztül, esetleg az információk elveszésével nem tudjuk azt, hogy mire lenne szüksége a fogyasztónak. Itt egyből, hogyha rosszat gyártunk idézőjelbe, akkor egyből viszont az információ, hogy hoppá, nekünk nem erre van szükségünk, nem ezt a terméket keresünk, és egyből azonnal tudnánk reagálni arra, hogy milyen irányba menjünk el, akár csomagolás, dizájn, kiszállítás pontosága, amíg egy nagy vállalat nem tud olyan rugalmasan szállítani és gyorsan, mi azonnal tudunk esetleg kiszolgálni az ügyfeleket a piacváltozásnak megfelelően. Szabó István szerint érdemes lenne egy egységes technológiát bevezetni, vagyis hogy melyek azok az alapvető gépek, amikkel egy üzemnek mindenképp rendelkeznie kellene. Mi beszéltünk arról, hogy tulajdonképpen mi egy látványüzemek vagyunk, mint egy látványtégség, tehát a fogyasztó közvetlenül bejön hozzánk az üzembe, és megnézi, hogy néz ki a technológia, a gyártás és minden folyamat. Ha olyan minőségben mutatjuk meg neki ezt, hogy ez neki is tetszik, akkor a nap után is vissza fog jönni. Ha azt látja, hogy egy elavult, régi, korszerűtlen technológiával dolgozunk, akkor nem biztos, hogy vissza fog jönni, mert manapság mindig az a trend, vagy ami modern, és persze vannak régi hagyományok, de hát az jó a polcon, meg jó a dekorációnak, de ami az élelmiszer, meg az élelmiszerbiztonságot szolgálja, azokban mindig is a legélvonalba kell tartoznunk. Készült a Békési Ipartestület megbízásából, a Széchenyi 20-20 támogatásával. Pakson átadták a tisztes polgár kitüntetéseket. 2012 óta minden év márciusában Paksváros képviselő testülete kitünteti azokat a köztiszteletben álló személyeket, akik személyes emberi példamutatásuk, életpályájuk révén a város megbecsült polgárai. Idén Gutai Istvánné és Serdültné Benke Éva vehette át az elismerést. Napjainkig ér az 1848-as forradalom számos üzenete, többek között a bölcsesség és a fiatal erő összefogásának gyümölcsei.
Szabó Péter Paks polgármestere nemzeti ünnepünk 174. évfordulója alkalmából a Csengei Dénes Kulturális Központban rendezett városi ünnepségen köszöntőjében kiemelte, fontos, hogy őrizzük a forradalom örök és nemes céljait. Mindenek előtt a mai veszélyes és nehéz napokban a békét, a józanész erejét, az emberi szabadság, a jogbiztonság, a nemzeti szuverenitás és az ország biztonságos fejlődésének értékeit. Az ünnepi beszédet követően átadták a tisztes polgár kitüntetéseket. 2012 óta minden év március ídusán Paks város képviselő testülete kitünteti azokat a köztiszteletben álló személyeket, akik személyes emberi példamutatásuk, életpályájuk révén a város megbecsült polgárai. Idén Gutai Istvánné és Serdültné Benke Éva vehette át az elismerést. Gutai Julika, ahogy mindenki hívja, ízig-vérig elhivatott könyvtáros, és ezt a hivatást mindig, minden körülmények között gyakorolja. 6 éve nyugdíjas, de aktivitása semmit sem csökkent. 42 éves munkaviszonyom alatt végig azt csináltam, amit szeretek, amit nagyon szeretek. Persze ebbe is bele lehet fáradni, viszont nagyon-nagyon sok mindent nem tudtam emiatt csinálni, amihez nagy kedvem lett volna. És az egyik ezek közül az volt, hogy feltétlenül önkéntes munkára akartam jelentkezni, méghozzá kimondottan az egyházamnál, tehát a római katolikus egyháznál, mert erre nagyon-nagyon kevés időm volt. Hát, hogy aztán ebből ilyen nagyon komoly, tényleg most már múlttal rendelkező önkéntes csoport alakul ki, és hát amit még nagyon nagy örömmel végzek, hogy szerkeztem a Paksaméta című egyházi lapot, ami negyed évente jelenik meg, és hát ahogy elhangzott, ugye dolgozom még a kézben is. 501 néhány könyv volt bejelölve a leltárkönyvben, amelyeket majd el kell olvasnom, ha a nyugdíjba megyek. Na most jelentem, az 501 néhányal végeztem, tehát az már a 6 év alatt azt már elolvastam, és István szerint félelmetes mennyiségű könyvet gyűjtök össze. 50. éve nagyon boldog házasságban élünk, a gyerekeink is, és hát a másik, aminek hódolhatunk végre, hogy minden kiállításra, minden színházi előadásra, minden moziba eljutunk, ha akarunk. Van olyan hét, hogy 2-szer is elmegyünk Budapestre. Nekünk mindig ez volt ez mi nagyon közös bennünk, ez az örökös kíváncsiság és tanulni vágyás, és hála Istennek erre is most jut idő. Sokszor el se hiszem, hogy ezt mind megtehetem. Én messziről jöttem, majdnem 700 kilométerre van a szülőföldem. Serdültné Benke Éva Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön született. Munkásságát, életét mindig áthatotta a magyar nyelv és kultúra szeretete. Környezete figyelmét mindig felhívta az erdélyi magyar kultúra múltján és jelenén keresztül, a gyökerek, az anyanyelv és a nemzet szeretetére, melyet magával hozott Erdélyből. Nem számított a díjra, meglepetésként érte, mert úgy érzi, az elmúlt években kissé háttérbe vonult a közéletből. Szélárnyékba vonultam, elfoglaltak az írásaim, otthoni háromszéki családi dolgokat el kellett adnom a dédnagyanyámtól örökölt régi házat. Sok minden teher volt, és ez kivont innen a közéletből, de nagyon örülök ennek, hogy mégis valakiknek eszébe jutottam. Én 16 évet tanítottam itt Pakson az Esziben, és 2004 óta vagyok nyugdíjas, de egy pillanatra se tudtam leállni. Nem tudom, született pedagógus vagyok, de nem hiszem, mert igazából nem is készültem tanárnak. Viszont a nyugdíjazásom után felszabadult időmet könyvek megírására fordítottam, mert az erdélyi történelem és a családom múltja annyira érdekelt, hosszú ideig őriztem nagyon sok családi adatot, dokumentumot, és ezeknek a feldolgozása foglalkoztatott. Mikor elkészültem vele, akkor a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak ajándékoztam a 18. századtól errefele megőrzött családi levéltárunkat, okmányokat, tárgyakat. A háromszéki házunkban nagyanyám megőrizte, és hát ezt most fel kellett számolnom, és akkor így döntöttem, hogy ez sok időmbe tellett, de én ezt nagy örömmel csináltam, és úgy éreztem, hogy végre igazán teszek valamit
jót. Vannak terveim, igen, az erdélyi múltnak nagyon sok érdekes mozzanata van, feltáratlan személyek is, események is, ezek foglalkoztatnak engem, és nagyon sokat kutatok, és igyekszem ezeket a nyilvánosság elé is tárni. Az ünnepségen Dalba öntött forradalom címmel a Paks kultúrájáért díjas Szaggató zenekar adott koncertet. Tolna megye kiválóságait, vállalkozóit 16. alkalommal köszöntötte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete, a Prímadíj alapítói és támogatói. A Covid okozta nehézségek miatt tavaly nem szerezték meg a megyei Prímadíjak átadó ünnepségét, így az idei kitüntetettek tulajdonképpen az elmúlt évi jelöltjei. A megváltozott körülmények a VOSZT is átalakításra sarkalták, mondta Fajszi Lajos, a szervezet Tolna megyei elnöke. A VOSZT-nak föl kell vennie egy gyorsabb stílust, hiszen nincsen most idő fél év, egy éves egyeztetésekre, hanem igyekezni kell arra, hogy a kormánnyal ezeket az ITMS találkozókon tényleg kiharcolni a vállalkozásoknak prompt azt a segítséget, azt a támogatást, amire akkor és abban a hónapban szüksége van. A Vállalkozók Szövetségében is átalakulás zajlik, és az új vezetőség arra törekszik, hogy megjelenésében, gondolkodásmódjában is korszerűbbé váljon, mondta frissen kinevezett országos elnök. A VOSZ egy tradicionális és egy nagyon jól működő szervezet, de természetesen a 34 év működés után és a külső környezet változása miatt is megújulásra vár, és megújulást szeretnénk véghez vinni, megtartva a hagyományos értékeket, mert a VOSZ képviseli a szakmaiságot, a függetlenséget, az önállóságot, és a magyar vállalkozók igazi képviselője, támogató partnere, és ebben szeretnénk újszerű megoldásokkal, megerősítve a VOSZ eddig értékeit, de erősítve például a megyei jelenlétet, a megyei aktivitást, és új területeken, mint vállalkozásfejlesztés, azon kívül szeretnénk az arculatot frissíteni, nagyon jól működött, betöltötte hivatását, de 25 éve ugyanaz az arculat, és szeretnénk most egy modern, korszerű, az online felületeken is jobban működő, jobban látható grafikai megoldással, arculattal előrukkolni. Úgyhogy ezek a teljeség igényelőkkel, ezek az elemek, amik a VOSZ megújulását jelentik. Marad az érdekképviselet, marad a szolgáltatás, és erősödik a vállalkozásfejlesztés. Ugye a két legismertebb ilyen szolgáltatásunk, termékünk az a Széchenyi Kártyaprogram, amit a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával közösen működtetünk, és az utolsó másfél évben rekordforgalomra bonyolít hihetetlen mennyiségű hiteligénylést fogad be és dolgoz fel. A másik pedig a ma este kiemelt eseménye a Prímadíj, ennek a megyei gálái, ahol tényleg a helyi élet, a megye kiválóságait, sport, kultúra, oktatás területéről köszöntjük, kitüntetjük, bemutatjuk, és ezzel példát állítunk gyakorlatilag a helyi közösség, vagy akár az országos közösség elé is. A Prímadíj a legkiemelkedőbbek elismerésére szolgál Tolna megyében. A kultúra és a gazdaság terén egyaránt sokan méltóak erre az elismerésre, mondta Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Azt emelte ki, hogy az Országos Szövetség vezetői által alapított Prima Primissima és a megyei díjak azt bizonyítják, hogy a kultúra és a gazdaság képviselői egymás mellett is képesek nagy dolgok véghez vitelére. Pont, akit példaként kell állítani a többség elé, mindig vannak, akik kiemelkednek teljesítményükkel a többiek közül, és ezt teszi lehetővé azt, hogy Magyarország is példaértékű megoldásokat tudjon felmutatni, és az meg jó dolog, hogy ezeket a példaként akár szociális, akár kulturális, akár ipari, művészeti sorba is példaként állítható embereket mindig van, akik támogatni tudják.
A szokásoknak megfelelően a Prima díjat hárman vehették át. Így Lenkei István, a Paks 2 vezérigazgatója is. Nekem meglepetés volt. Az a helyzet, hogy a szűkebb közösségem a Paks 1-ben, ahonnan én átmentem a Paks 2-be 5 évvel ezelőtt, megtisztelt azzal, hogy céggyűrű kitüntetést, céggyűrűt kaptam, és itt most mondjuk így a tágabb közösség tisztelt meg azzal, hogy Prima Primissima a díjas lehetek, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon-nagyon örülök neki, mert semmiféle díjat nem kaptam még. Én dolgoztam folyamatosan, a célom nem az volt, hogy díjakat kapjak, hanem hogy a munkát rendesen elvégezzem. Elismerésben részesült Rül Gizella, a Tolna Art megalapítója. 20-25 évvel ezelőtt indultak be tulajdonképpen az amatőrök, akkor indult az internet is, és akkor kezdtük el bemutatni Tolna megye művészeit. Itt nem csak az amatőrökről volt szó a Tolna Art kapcsán, hanem profi művészeket is bemutattunk, és én azt hiszem, hogy ez fontos volt. A Tolna Arton keresztül láthatták, hogy mások, milyen sokan mások foglalkoznak művészettel, és talán így inspirálólag hatott. Prima díjat vehetett át Molnár Istvánné, az Önzetlenül Segítők Paks Non-Profit Alapítvány vezetője. Szeretem a szépet, szeretem a művészetet, a hagyományőrzést nagyon szeretem, a hagyományőrzés benne van minden emberben, és ezt szeretem, ha megmutatkozik a gondolatba, cselekedetbe. Nagyon kevesen tudják tenni azt, amit én tettem, de mivel engem a gyerekek hagytak szabadon élni, szabadon gondolkodni és cselekedni, ezért mindig az ösztöneimre és a szememre hivatkoztam, vagy amit megláttam, és úgy éreztem, hogy itt tenni kell valamit, ez jó lenne, ha tenném, akkor azt meg tudtam valósítani. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásáért ismerték el Tar Jánost, a Tar Kft. Tulajdonosát, aki számos sport és kulturális kezdeményezést támogat rendszeresen. Az összes ilyen szervezetnek az a legfontosabb része talán az a társadalmi kohéziós ereje van, ami összetart, akár legyen az egy művészeti táncegyüttes, vagy legyen az egy sportcsapat, és ez összetartja az embereket. És azt gondolom, hogy ebbe a kicsi vidéki létünkbe azért ez nagyon fontos, hogy összetartsuk az embereket. A 2022-es Prima díj közönségdíját a dombovári Kapos Kódus érdemelte ki. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!